A táplálékallergia az egy összefoglaló fogalom, ebben még nem mondtuk meg, hogy mire allergiás a kutya. Az allergia az fehérje típusú anyagokra jön létre a leggyakrabban. Ugye a tápanyagokban, amit a kutyának adunk, akár főzünk, akár barfaletetünk, akár tápaletetünk, azokban is többféle fehérje van, és ezek a fehérjék, ezek bármelyike kiválthat allergiát. Tehát az első, amit mondanék, az, hogy meg kellene próbálni egy úgynevezett eliminációs diétát elkezdeni ebben a kutyával, aminek a lényege az, hogy ráállunk egy fehérje forrásra, egy szénhidrát forrásra, és kaphat még gyümölcsöket és kiegészítő anyagokat, rostot, vitaminokat, ásványanyagokat. Ebből összegyúrunk egy jó minőségű kosztot, és hagyjuk, hogy a táplálékallergiás tünetek azok kivonuljanak, megszűnjenek. Utána, miután ezt az alapállapotot elértük, akkor három-négy hetente egy-egy fehérjét kipróbálunk a kutyánál, tehát mondjuk elkezdjük még ehhez az alaptáphoz a csirkehúst adagolni, és még nézzük, hogy az allergiás tünetek újból létrejöttek-e, vagy kialakultak-e, vagy nem. Ha kialakultak, akkor teszünk a táblázatunkba egy X-et, hogy a csirke az nem adható a kutyának, és akkor visszavonulunk a csirkével, hagyjuk, hogy megnyugodjon, és kipróbáljuk a marhahúst, vagy a sertéshúst, vagy a nem tudom melyiket, és ennek aztán szépen a végén kialakul egy olyan táblázatunk, amely hát egyértelműen igen-nem válaszokat ad arra a kérdésre, hogy mivel etethetjük a kutyát, ezzel igen, ezzel nem. Van egy másik lehetőség is, az egy vérvétel, amelynek a lényege, hogy a vérvizsgálat néhány nagy laboratóriumban a világon megtörténik, leginkább Németországban, illetve Amerikában vannak ilyen nagy laborok, oda elküldjük a vérmintát, és akkor visszakapunk egy listát 3-4 héten belül, tehát viszonylag gyorsan. A lista tartalmazza azokat az anyagokat, amelyek ellenanyagot találtak a kutyának a vérében. Ezek irányadók, de 100%-ig azért nem lehet teljesen megbízni ebben, de irányadónak nagyon jó. Ha látjuk, hogy egy vagy két fehérjét emelt ki ez a vizsgálat, akkor megnyugodhatunk, és ezeket a fehérjéket kiemeljük a táplálásából. Ha több tíz ilyen anyaggal állunk szemben a listát látván, akkor bizony fakaratjuk a fejünket, hogy mivel fogjuk táplálni a kutyust. Mindenképpen dietetikus állatorvosnak a tanácsát ilyenkor kérjük ki.